Tömbházak és oktatási intézmények hőszigeteléséről döntöttek a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők. A hőszigetelés nyomán jelentősen csökkenhet az energiaszámlákon szereplő érték. Rendkívüli tanácsülést hívtak össze Marosvásárhelyen, mert azonnal dönteni kellett több tömbház és iskolaépület hőszigetelésére vonatkozó pályázat kapcsán. A Fejlesztési Minisztérium ugyanis holnapig várja a kiegészítő iratokat a tavasszal benyújtott hőszigetelési pályázatra. Borsos Csaba, a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal sajtószóvivője híradónknak elmondta, számos épület és intézmény esetében fontos a mielőbbi hőszigetelés. A tömbházak mellett energiahatékonnyá szeretnénk tenni a Romulus Guga általános iskolát is, és a Gheorghe Marinescu egészségügyi szakliceumot is, mivel ugye hát sajnos egyre nagyobbak az energiaszámlák és a villanyszámlák. Fontos, hogy a lakókat minél jobban támogassuk, ahogy ez az erengből kitelik. Ugyanakkor a régi tömbházak is, hát az elhanyagolt tömbházaknak is igencsak hasznos, hogyha hőszigetelés kerül rájuk, hiszen ez majd mind megtérül az energiaszámlánkon egyértelműen. Ugyanakkor a Fejlesztési Minisztérium vissza nem térítendő uniós pénzalapokból 1,4 millió lei értékben támogatni fogja a Marosvásárhelyi 7-es számú általános iskola hőszigetelését és felújítását is.